Palaver. A Hír FM és a Hír TV interaktív műsora a szócsaták bajnokaival. Palaver. Hangra fel. Köszöntöm a Hír Televízió nézőit és a Hír FM rádió hallgatóit. Lentulai Krisztián vagyok. A keddi Palavert fogom ezennel megnyitni. És általában 5 óra után szoktam mondani ezt a lehetőséget, de ki tudja, lehet, hogy már most ilyen 3:30 magasságában is élnek azzal a lehetőséggel, hogy aki streamelt verzióban akarja, mert éppen nincsen televízió környékén és csak rádió környékén van, de nem éri be a rádióval, akkor bizony a Hír Televízió és a Hír FM Facebook profilján tökéletesen tévéminőségben tudja streamelt videóban is nézni a Palavert, akit érdekel a kulissza, a háttér és maga a műsorvezető személye. Nézzük, hogy mik az elérhetőségeink. 061-799-2999, ezen hívhatnak minket. 0670-7953, ez az SMS számunk. A Lentulai Krisztián beszél Facebookos profil utolsó fényképes posztja alá, ami egyébként a néhány perccel ezelőtt véget ért vezércikren készült fotónk a srácokkal. Az az utolsó poszt, és az alá várom a Palaverrel kapcsolatos kommenteket. Senkit ne zavarjon meg, hogy én vezércikkes képet tettem ki. Játsszunk el így is, hogy ki érzi úgy, hogy jó helyre küldi a kommentet, és ki nem. Változik az európai háborús kommunikáció, a francia elnök választási veresége után teszi fel a nap kérdését a Hír Televízió önöknek, és lehet válaszokat adni, igeneket és nemeket várunk a 0630-3444-690-es számra. Tegnap is és ma is eléggé, hogy mondjam, nem teljesen egyoldalú a válaszadási statisztika, 63%-a a válaszadóinknak igennel, 37%-a nemmel válaszolt a kérdésre. 3/4-5-ig várom a szavazatokat, nem csak ezen az SMS számon, hanem a Hír Televízió honlapján és telefonos applikációján is lehet szavazni. Jöjjenek a mai témáink itt kedden a Palaverben. Hát szerintem, aki nagyon figyelemmel kíséri a hazai belpolitikát, és néz mindenféle sajtót, az kitalálhatta, hogy mi lesz az első számú hír. Bizony. Én itt, ehelyütt, erről a székről szolidaritást vállalok Rónai Egonnal, mert teljesen mindegy, hogy újságíró kollega mely oldalon tevékenykedik, éppen szimpatikusnak ítéljük meg őt, avagy nem. Éppen szimpatikusnak ítéljük meg, hogy milyen módon, milyen tartalmakat állítanak elő, de azt gondolom, ami tegnap történt, és ennek bőven volt előzménye, az mindnyájunkból kiváltja Rónai Egon iránti tiszteletünket és szolidaritásunkat. Már ezt el kellett volna mondani, talán, hogy mondjam, ha nem is feltétlenül témában, de korábban Kiki megtette már maga vérmérséklete szerint, hogy Szőlősi Györgyivel is ugyanezt megcsinálta, csak éppen másképp. Magyar Péter ugyanis tegnap, talán 2,5 perc után faképnél hagyta Rónai Egont az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. Tette mindezt azért, mert Rónai Egon szembesítette korábbi hazugságaival. És valahol azt is megértem, hogy Egon védi a céget, ahol dolgozik. Ugyanezt tenném én is, sőt, kerültem már ilyen helyzetbe én magam is, hogy ki kellett állnom a cégért, és ki kellett állnom az akkori munkáltatómért, a Karcefemért, mert olyan támadás érte. És ilyenkor szerintem az vesse az első követ Rónai Egonra, vagy bármilyen televíziós újságíróra, aki ezt ne tenné meg. És teljesen kulturáltan tette meg, egy mappában átnyújtotta azt a listát, amely listán minden Magyar Péter és Tisza pártos szereplés, azok is, amik megvalósultak, azok is, amelyek nem, pedig megtörtént a megkeresés. Szóval ezek benne voltak ebben a mappában, a főhős ki se nyitotta, és onnantól kezdve érezhető volt, hogy megáll a kés a levegőben, de hát önök biztos látták, most csak azoknak mesélem, aki nem. És aztán egy ilyen nagyon idegesítő, mi a kérdés, szerkesztő úr? Mi a kérdés, szerkesztő úr? Nincs kérdés? Nem akar gratulálni az eredményeinkhez? Mert mennyivel nyertünk, meg mennyi szavazatot? Én azt gondolom, hogy minden jó érzésű ember, az is, aki sokat próbált ember ilyen helyzetekben, tárgyalási szituációkban, konfliktus helyzetekben, vagy akár média helyzetben, abban is felmegy a pumpa, higgyék el. Úgyhogy Rónai Egon tűrte, birka türelemmel úgy, ahogy korábban Szőlősi Györgyi is, és Magyar Péter úgy, ahogy volt, felállt, és elhagyta a stúdiót.
Fogunk erről még bővenben beszélni, de talán ilyen bőven még témafelvetésnél sem beszéltem soha egy témáról, de muszáj volt, hogy ennek ilyen tálalást adjak. Döntésképtelenné válhat a fővárosi közgyűlés, ez a második témánk, illetve kérdés, megvan-e a Momentum Retkes Attilája? Tudják önök, ki volt Retkes Attila? Ezt direkt nem irattam ki a képernyőre, de nyilván, ha az első betelefonáló tudja, akkor ki fog derülni, én pedig majd sunyi módon nézem az SMS-eket, hogy hányan találják el, hogy ki volt Retkes Attila. Szóval a kérdés, hogy megvan-e a Momentum Retkes Attilája, és így folytatódik a válasz, Fekete Győr András térne vissza a párt élére. Ezek a mai témáink, remélem, hogy kapcsolódási pontokat észlelnek benne, és beszéljük ki azt, hogy milyen ember az, aki egy kedves meghívásnak úgy tesz eleget, hogy lényegében majdhogy nem ráborítja az asztalt a vendéglátójára, és ott hagyja a stúdiót, amivel egyébként az adást is veszélyezteti, mert hát biztos ilyenkor vannak betéve úgynevezett B-tervek, vagy bármilyen mentő SOS anyagok, de egy élő adásból kisétálni én azt gondolom, hogy több, mint pofátlanság, bunkóság. Jöjjön az első betelefonáló, Tamás, önnek adom meg a szót, jó napot kívánok! Üdvözlöm, Krisztián, Horváth Tamás vagyok, Tiszasűről. Hát a Magyar Péterre vissza, egy kicsit rákanyarodva, az az igazság, hogy ez egy visszataszító, egy kellemetten, egy tényleg nem is tudom, milyen ember. Látta-e ezt mindenkitől, megkérdezem, Tamás, látta az ominózus esetet? Igen, hát ez egy képtelenség. Szóval ez egy szemtelenség is, de méghozzá magas fokon. Mert ilyen, tehát, de viszont abban viszont egyetértek azért, hogy legalább így tudjuk kicsit nézni, ki is ez az ember. Mert így ilyenkor ő elárulja magát, és akik még esetleg még szkeptikus, még nem úgy gondolják, hogy most még Péter ilyen vagy olyan, talán ezeket meglátja, akkor reméljük, hogy ők is már, neki is más ez a véleményük el az emberről. Na most, Krisztián, azt is láttam, amikor, hát az is egy hányeger keltő volt, amikor bement, és tette bele az urnába, ugye a papír, hát csak annak a járását, ahogy oda vonult, és utána ő fogta magát, és kijött, és akkor ott azok, akikkel nem is kellett kezet fogni, mindenkivel kezet fogott, és végigvonult, hát szóval ez egy visszataszító. Hát körülbelül Mick Jagger vonulhat így végig a színpadon a Rolling Stones koncerten, én úgy azt van, gondolom. Pontosan. Páváskodik. Úgy van. Igen, és ez tényleg abszolút, én nekem legalábbis nagyon kellemetlen látvány volt, tényleg, szóval a tiszteletnek az alapja sincsenek ebbe az emberek. Nincsen tisztelet benne, ő már mondom, tényleg, hogy mondták már legelőször is, hogy kis Napóleonnak érzi magát már. Hát szóval ez elképesztő már az embernek az, hogy hogyan viselkedik, hogyan gondolkodik ez az ember. Egyszerűen nem értem, és tényleg szinte a levegőben szinte repül, úgy érzi, hogy repül, úgy érzi. Mindenkitől hát megfog, igazán. Ezt most találtam ki, Tamás, bocsánat, hogy félbeszakítom, minden betelefonálótól és SMS-ezőtől is meg fogom kérdezni, hogy aki látta a tegnapi Rónai Egon Magyar Péter affért, és mondom a plusz információt, hogy az ATV is és Rónai Egon is hivatalosan is közölte, hogy az eset ellenére továbbra is szívesen látják a stúdióba, hogy ez helyes döntése önök szerint, az ön ízlése szerint a tévétől, hogy ezek ellenére is helyt adnak neki, amennyiben kíván ezzel élni, vagy a másik, föltetnék ilyen igen nemes kérdésre is, vagy innentől kezdve be kéne mutasson az ATV neki, hogy barátom, ide aztán többet nem jössz. Na most én a második, ha én rajtam múlna, úgy van. A másik téma, tehát az egyértelműen, dehogy hívnám, Isten őriz. De most az a helyzet, hogy hívják. Hát szerintem rosszul teszek. Na mindegy, majd kiderül végül is a valatás. Kíváncsi vagyok a véleményükre. Úgyhogy szóval mindesetre, ha éltem volna, én lennék ott biztos, ha Egon helyen, biztos nem hívnám oda többet, az 1000%. Mert tényleg nem érdemli meg, mert ez a tiszteltlenség, ahogy viselkedett, és ahogy felálltott az asztaltól, és levette a mikrofont, és ledobta az asztalra, hát szóval, Krisztián, hát álljunk már még tényleg nézem benni, hát egyszerűen nem értem most már tényleg, hogy mit képzel magáról ez az ember. Nem értem. Hát őről csak ennyit, de ez pont elég volt, én szerintem egy kicsit hagyd tegyek már a választásokra is egy kicsit, mert az nagyon örülök neki, hogy ami most meg ez a választás
tökéletes volt szerintem, abszolút. Nagyon örülök neki az, hogy szépen narancsba borultunk, egyértelmű. Viszont van egy kis problémám nekem ezzel azért. Halljuk. A budapestiekkel van nekem probléma. Igaz, hogy nem Budapesten lakom, gyerekeim ott laknak, de ott a budapesti történetben az, ami nekem nagyon-nagyon nem tetszett, az, hogy tényleg én úgy bíztam benne, hogy mivel egész mióta ott van Karigeri fenn van ugye a poszton, hát támadta mindenki, meg mindenki tüntisztek, meg minden, és én abszolút 100%-ra vettem azt, hogy nem 300 különbség lesz, meg egyebek lesznek a végére, hanem egy hatalmas nagy győzelem lesz majd. És azt nem értem, Krisztián, hogy mi történt ott egyáltalán, hogy mostan tulajdonképpen tényleg mindenki utálja már Pesten jóformán, főleg az autósok, az 1000%, meg a közlekedők, akik vannak, nyilvánvaló. De mégiscsak ilyen kis különbség, hát itt most én arra gondolok, így magamban gondolkodtam, hogy vagy egy nagyon nagy csumákolás történt valami, nem tudom még, hát majd ki fog derülni, hát most szerintem mostan azért rákattantak őre azért, azért, hogy mi is történt tulajdonképpen, hogy egyáltalán ugye ez a kis különbség miért ilyen lett. Én szerintem mondom, tehát valami sumálkulás volt, amit most nem látunk még, vagy pedig az emberek, akik ott vannak Budapesten, azok valahogy kicsit szerintem túlültek a cél, azt hitték, hogy hát mi győzünk, hát egyértelmű. És lehet, hogy ilyen probléma is volt budapesti emberekkel. Tehát ebbe is be lehet úgy gondolni, mert benne van a pakliba, na most van egy visszatérve, mikor legelőször Karigerit megválasztották a legelső napon, ott voltak egy bizonyos helyeken, több, kb. 8-10 ember kérdeztek meg, ilyen közvéleménykutatók, riportok, és oda mentek, és megkérdezték, és legtöbb nőt kérdeztek meg, nőket. És kérdezték a nőt, hogy hát őszintén tessék már megmondani, hogy miért is van ez, hogy pont a Karigerét választották. És akkor Krisztán, legtöbb, meg lehetne nézni, ha megtalálnák, legtöbb, szinte 90% azt mondta, hát azért, mert olyan aranyos volt az a fiú, meg hát olyan jóképű, meg fiatal. Szóval ilyen, ez is nekem valahogy van probléma, lehet, hogy kicsit nevetségesnek tűnik, de viszont én azt mondom, hogy van benne valami. Mivel tudjuk azt, hogy azért a nőknek a részesedése bárhol meg lehet nézni, jóval több, mint a férfiak, jóval többen vannak a tüntetéseken is, jóval többen vannak. Tehát valamit ebbe is úgy belegondoltam magam, hogy nem esetleg még most is esetleg még ilyen van. Lehetséges. Tehát tulajdonképpen ezekbe így átgondoltam magamban. El kell viszont búcsúzzunk, mert még egy betelefonáról lesz idő, akinek egy része viszont hallásra, Tamás, akinek egy része még a tévés részbe esik, és a maradék része a rádiós részbe esik, de remélem ez nem baj, Jánosnak ön van a vonalban. Jó napot kívánok, János vagyok, Csongrád, Csanád, Vármegye, Névadó városából. Hallgatjuk. Kérem szépen, a választásokkal szeretnék én is néhány gondolat elmondani. Kezdjük a felsoroló témáknak az alján. Megvan a Momentum, Lelkes Attilája, hát ezt még nem tudom, hogy megvan, de azt tudom, hogy ki volt Lesztes Attila, aki az MSZP-nél lekapcsolta a villant, ő volt az utolsó elnöke. A válasz téves. Lehet, hogy jót akart mondani, és rosszat mondott. Mondja újra, hogy mire gondolt? Hát volt egy ilyen elnök, hogy Lesztes. Melyik pártnak? MSZP. Hát az MSZP még most is van. Hát, akkor nem fogadom el a választ. Rengeteg jó válasz érkezett már Facebookon és SMS-ben is, de ez a válasz nem elfogadható. Nagyon jó kis kvízműsor. Én vagyok Rózsa György és Vágó István. Ezért nem jár pont. Akkor. Hát ezért most nem jár pont. Kíváncsian várom a tévétől viszont el kell búcsúzzunk, de ne tegye le a telefont, kedves János, ön itt marad velünk, a televízió nézők pedig a 4 órai hírek után csatlakoznak be. Palaver. A Hír FM és a Hír TV interaktív műsora. Palaver. Hangra fel. Palaver. A Hír FM és a Hír TV interaktív műsora. A szócsaták bajnokaival. Palaver. Hangra fel. Folytatódik a Palaver a 4 órai híradó és hírek után a Hír TV-ben és a Hír FM rádióban. Én Lentulai Krisztián vagyok.
0617992999 0670 7953, ez utóbbi az SMS számunk, és a Lentulai Krisztián beszél Facebookos profil utolsó fényképes posztja alatt, ami egy vezércikkes verkfotó, oda lehet kommenteket írni. És itt a telefonom azért van a kezemben, mert pörgetem egy korábbi, már nem létező zenei műsorom oldalával, még éppen nem vagyok letiltva Magyar Péter oldaláról. Az újságírói oldalammal és a privát oldalammal már réges-régen le vagyok tiltva, és nagyon nyugodt kis életem volt, hogy saját magam 5 percenként nem találkoztam ennek a pszichopatának a dolgaival, de egyszerűen a munkám miatt muszáj, úgyhogy ilyen furcsa kanyarral most elkezdtem megnézegetni, egészen durván dagad az ATV-s botrány, tehát amit én az első témának idehoztam önök elé, hogy Rónai Egont ott hagyta a tegnap esti Egyenes beszédben, mert Rónai Egon szembesítette azokkal a hazugságaival Magyar Pétert, amelyet az ATV-vel kapcsolatosan több helyen is lenyilatkozott, és emiatt 2,5 perc után fölállt és kiment, de amíg bent ült a stúdióban, addig is agresszív kismalacot játszott, egészen elképesztő a pali, és most már ott tart a dolog, ugye amikor ő kiviharzott, akkor olyan szinten megsértődött, hogy nekiállt az ATV és az ATV cégcsoportjába tartozó egyéb sajtótermékeknek, a Spirit FM Rádió, Hit Rádió, nem tudom még mi tartozik oda, különböző munkatársainak, ugyan név nélkül tette, de mindenkit megnevezett pozícióval és titulussal. Mennyire beteg egy ember, mennyire beteg ennek az embernek a lelke, hogy kitette ezeket az embereket, és mindegyiknek kitette a vallási hovatartozását. Az, hogy ki tartozik a hitgyülekezetéhez, ki milyen módon csatlakozik ehhez az egyházhoz, és az a helyzet, hogy jól sejtik önök, hogy ilyennel nem csak simán nem illik etikailag megnyilvánulni, vagy ez bármilyen módon közszemlére tenni, tehát a vallási meggyőződése mindenkinek a magánügye. És aztán Kocsi Ilona, a Magyar Újságírók Országos Szövetségének elnöke megnyilvánult, és azt mondta, hogy ez nem helyén való, most nem fogom tudni önöknek idézni a pontos, precíz megfogalmazást, de szóval, hogy én azt gondolom, hogy akár még ez büntetendő is. És aztán én nem tudom hány posztja, eleve az ember egy függő facebookozó, nem tudom hány posztja csak az ATV-s történet és botrány dagasztásról szól. Most a legutolsót 4 órával ezelőtt tette ki, ahol Németh Sándor fiát, Németh Szilárdot szólítja meg, ugye az ő kezében összpontosulnak a média dolgok, és egészen elképesztő, bicska nyitogató posztot írt ki megint Magyar Péter. Azzal zárja egyébként sorait, van egy rossz hírem, a magyar emberek átlátnak a szitán, és az ATV-n is, és ez majd meg fog látszani a nézettségem. Én azt gondolom, hogy mindig azt hiszi az ember, hogy nincs már lejjebb. És mindig kiderül Magyar Péter esetében, hogy van. Hitték volna, hogy Jakab Péter egy grál lovagnak tűnik Magyar Péterhez képest? Én nem hittem volna. Én azt hittem, Jakab Péter a gödör alja. Nem. Én nem tudom, hogy ennek a sztorinak mi lesz a vége. De ahogy visszaemlékeznek a Hír TV munkatársaival, Heiter Dáviddal és Futó Bogival, milyen paraszt módon beszélt, hogy lényegében a lélek jelenlétükön múlott az, hogy valami borzalmas módon lincs hangulatot teremtve hiénaként ráeressze az övéit. Egy szavába kerül, és ott lincselik meg Futó Bogit, vagy Heiter Dávidot bármelyik pillanatban. Egy szemernyi kétségünk ne legyen ezek után, efelől. Egy szemernyi kétségünk ne legyen ezek után afelől, hogy Varga Judit szava nem mintha kételkedtünk volna benne. A 100 perces Hajdú Péter interjúnál minden szava igaz. És érdemes megnézni, hogy az őt körbenyalogató rajongó szektája természetesen egyöntetűen üdvözli azt, hogy ő teljesen jogosan állt fel az ATV stúdiójából, mert őt provokálta Rónai Egon. Provokálta. Átnyújtott egy dossziét, amiben a televízió megvédi
Magyar Péter hazugságaival szemben saját magát, és le van írva feketén-fehéren a listában, hogy mikor keresték, mikor valósult meg, mikor nem. És erre azt mondja ő maga és az övéi, hogy provokálták őt, és tudják, mivel igazolja, vagy próbálja bizonygatni? Hogy amint lement az adás, és ő kiviharzott az ATV stúdiójából, a Megafon rögtön élesítette a posztjait. Hát én nem vagyok Megafonos Magyar Péter. Én a MediaWorks alkalmazásában állok, és itt vagyok a Hír FM-en meg a Hír TV-n. Én is élesítettem posztot, pedig csak annyi történt, hogy beleszaladtam a műsorba az ATV-n. Azért, mert úgy érzed, hogy egyszerre mindenki téged bánt, az nem feltétlenül összehangoltság miatt van. Nem feltétlenül azért van, mert az ATV, meg Rónai Egon, meg Németh Szilárd és Németh Sándor összeültek egy füstös szobában, és téged le akartak járatni, és ki akartak provokálni, hogy te elszaladjál. Nem! Hanem ez egy természetes reakció egy újságíró részéről. Én magam otthon ültem a kanapén, bepötyögtem a telefonomba egy posztot, meg még bepötyögtem utána még kettőt, mert ideg állapotba kerültem, Mónika, és nem volt semmi összehangolás, hát láttam én is, hogy az újságíró kollégák ki melyik médiumnál dolgozik, saját maga, vagy a hivatalos oldalára, vagy a privát oldalára, ugyanúgy kirakosgatta ezeket, és elmondta a véleményét veled kapcsolatban. Ha te emögött összehangoltságot látsz, akkor az a te üldözési mániád, bár szerintem az üldözési mániád az egyik legkisebb pszichés betegséged. Annál csak nagyobb van. Szavazás. Hogyan áll a nap kérdése? Változik-e az európai háborús kommunikáció a francia elnök választási veresége után? 52% igennel, 48% nemmel voksolt, 06-30-34-44-6-93-5-ig várom a hozzászólásokat. Most pedig Attilának adom meg a szót. Jó napot kívánok! Tiszteletem, szerkesztő úr, tegnap is beszéltünk. Üdvözlöm. Hát néztem én is ezt a műsort, és az igazság, én már a Facebookon is írtam, hogy ez a Pali nem normális. Ez ugyanolyan idióta, mint a Márki-Zay Péter volt, úgyhogy az az én véleményem, hogy a Piriuszi győzelem volt ez a 10%, és el fog tűnni a sülyeztőbe, meg vagyok róla győződve. Halló? Halló? No, és a provokációval kapcsolatban két dolog jut eszembe, mert tudja, mi volt a provokáció, amikor a miniszterelnök urat a Baló már meghalt, de mindegy, 2006-ban a szólásszabadságában körülbelül olyan 20 percig provokálta olyan kérdésekkel, ugye aztán a miniszterelnök úr megunta, akkor ugye ellenzékbe volt, és mondta, hogy szerkesztő, hogy ezt játszhatjuk, de ez egy mókuskerék, és akkor kibukott a szög a zsákból, mondta a Baló, hogy véleménykülönbség van. Vagy az volt egy provokáció, amikor az a rossz indulatú Kálmán Olga provokálta a Pokorni Zoltánt, emlékszik talán rá, az igen, is provokáció volt, és ott hagyta a stúdiót. Pokorni Zoltánt hozzák fel a saját maguk védelmében, pedig nem, az egy teljesen nem, másik ott, eset. Ott szemtelenül provokálta, legalább körülbelül ugyan 10 percig. És akkor mondta a Pokorni Zoltán, hogy szerkesztő asszony, ebben az esetben én nem vagyok hajlandó tovább a műsorba szerepelni, és ott hagyta a stúdiót. Az Egon karakterébe egyáltalán nem illik bele a provokálás. Elmondom önnek ezt a múltkor, talán mondtam, hogy én nem rajongok az ATV-ért, de a Róla Egon tisztelem. A munkásságát is, és ez egy, hogy mondjam, pártatlan ember. Nagyon kevés egyébként az ATV-ben, aki pártatlan. És szoktam nézni a műsorait, amikor beszélget színészekkel, ugye művészekkel, én csípem a Palit, mert jó fej. Igen. Na most a szavazással kapcsolatban ez hirtelen eszembe jut, nagyon örülök neki, ugye, ami történt, uh-huh. És hogy ugye a Macron úgy, hogy megy a sülyeztőbe, remélem lesz a franciáknak annyi esze, hogy a Le Pent megválasszák, és visszatér Franciaország a helyes útra. Hát most útra, egy nemzeti ugye? Blokk akar kialakulni, és egyre, hát erre úgy látszik, van igény. Az az igazság, hogy 62-ben is ugye az embereknek, a illetékes politikusoknak esze volt, mert nem engedték a világháborút kirobbanni. Ugye a 80-as években szintén, ugye mondjuk sokat számított, hogy Gorbacsov egy normális ember volt, mert egy betonfejű diktátor van, akkor lehet, hogy világháború lett volna. És én ezzel volt a meggyőződésem, ugye a Földi Lászlóval értek egyet, aki azt szokta mondani, hogy szerintem nem lesz világháború, mert addig nem fog eljutni a dolog. Én bízom benne, hogy most ugye az európai parlamenti választásokon a nemzeti oldal tért nyert, és bízom benne, hogy megszűnik az atomháború veszélye. Remélem, legalábbis. Mm. Most úgy indult a dolog, ahogy a miniszterelnök úr is mondta, hogy az első fél időt megnyertük. Igen. Bízom benne, hogy továbbra is csökkenni fog ennek a veszélye. És ezt tudomásul kell venni, amit ugye a balliberálisok tekernek, hogy a Putyin meg akarja támadni Nyugat-Európát. Ez ágában nincsen. Ugye őt provokálják most már évek óta.
Bizonyám. Igen. Na most a Momentummal kapcsolatban meg én a Facebookon szoktam ilyenkor írni, hogy én csak egy kávét kérek, ugye? Mert egy viccpárt. Tehát ugyanúgy, hogy a két farkú kutyapárt, ezek mind komoly talanok, tehát nincs értelme nagyon polemizálni. Tudja, ki volt Retkes Attila? Az SZDSZ-nek volt az utolsó elnöke. Megvan a helyes megfejtő. Megvan hát a helyes megfejtő. Ugye Sanyi bácsi szokta mondani az SZDSZ, mikor idézi a kabaréiba, hogy a rab madarak. Igen. Ugye, na és azért hoztam így a harmadik témát, de hát akkor Attila kitalálta, mert volt egy korábbi megfejtőnk, aki MSZP-t mondott, de szerintem véletlenül mondott MSZP-t, de visszakérdeztem, és újra MSZP-t mondott, tehát azt nem tudtam elfogadni, ugyanis Fekete Győr András bejelentkezett, hogy ismét elnöke lenne ennek a pártnak, hát nem találtak más, csak olyat, aki már volt, úgyhogy én azért gondoltam, hogy egy párhuzamot érzek az SZDSZ meg a Momentum között, tehát lehet, hogy Fekete Győr András lesz a Momentum Retkes Attilája. Mind a két párt nemzet és hazaárló volt. Ott azt érdemelték, amit az SZDSZ annak idején a nép elkergette őket. Ez előbb-utóbb az igazság mindig relativizálódik, én szerintem. És ugyanez lesz a Tisza párttal is. Hát most, amit egy hölgy a Hír TV-n nem jut eszembe, de volt egy riport, reggel néztem, és mondta, hogy nem lehet tudni, hogy majd hogy szavaznak az EU-ba. Ugye ezt mondtam önnek tegnap, hogy ez a veszély megvan, hogy én szerintem ezek vedeiig romlott emberek, hát meg kell nézni gengszterek, meg bűnözők a köreiben ennek a pacáknak. Az anyósa is egy bűnöző, ugye nem tudom hány embert lenyúltak komoly pénzekkel, tehát jaj, katasztrófa. Amit kitaláltam a betelefonálókhoz kérdés, ön mi a válasza az ATV-nek, ezek után meg kéne hívni a Újra Magyart, vagy nem? Nincs, ilyen emberekkel nincs értelme foglalkozni. Nekem az a vélemény. Terroristákkal nem tárgyalunk. Nem, hogy terroristákkal. Tehát apámnak volt egy nagyon jó mondás, amikor még élt, ugye, amikor ilyen balliberális idióták elkezdték az Orbánt fikázni, és ugye akartam vitatkozni, apám rám szólt a kocsmában, hogy fiacskám, sötétekkel nem hadakozunk. És én azóta is ehhez tartom magam. Nincs értelme. De nyilván egy tévének mások a mérlegelési szempontjai, mert nekik hát lehet, jó, hogy nézettséget hoz, hogyha magyart odaültetik. Hát az elképzelhető, igen. Igen. A másik dolog, meg az megint mondom, amit tegnap mondtam, hogy most jó, van ez a 10%, rendben van, de amikor el kell kezdeni dolgozni, akkor ott már nem lehet csak a dumából megélni, ugye, meg a lázításból megélni, ott produkálni kell. Így van. Nézzék meg ma este a vezércikket, ahol Móczár Gáborral és Borosbánk Leventével voltunk M. Kovács Robi vendégei. Aha, a felvételről. Ezt mi már fölvettük az adás előtt, és ugye este megy le, igen. És pontosan téma volt az, és Bánk fejtegette, Borosbánk Levente fejtegette azt, hogy azért itt most már el kell majd kezdeni ezt a munkát, és valószínű, hogy az ő pszichológiai személyisége alapján, ezt már Móczár Gábor mondta, nem fog tudni megbízni a munkatársaiban. Tehát ugye annyira maximalista, és kizárólag ő tudja a tutit, nincsen semmilyen ellenvetés, hogy valószínű, azt meg már én mondtam, hogy lehet, hogy majd szépen el fog porladni mögüle a stáb, mert ki akar egy ilyen főnökkel együtt dolgozni? Hát igen. De most még egy pillanatra eszembe jutott, amit mondott a Jakab Pétert, hogy egy grálólag volt ez a palihoz képest, az is egy szemétláda volt. Tehát hát amikor ugye Orbán Viktoriázott, az is egy mocsadék volt. Én Jobbikos szavazó voltam egyébként, amellett elárult a nemzeti oldalt a nyomozót. Ugyanúgy a Vonagában, meg a Pörzse, ezek mind féreg emberek. Ugye a pénzért. A dehumanizálást azt hagyjuk ebből a műsorból, jó, ezt hadd utasítsam vissza. Igaza van, persze. Amikor a Toroczkai megüzente ugye a Pörzsének, hogy addig jó volt nektek a párt, amíg milliókat kerestetek, aztán elárultátok a nemzeti oldalt. És mennyire igaza volt a Toroczkainak. El kell búcsúzzunk, kedves Attila, letelt az időnk, viszont látásra, viszont hallásra. Nagyon helyes, mindenki nézze a vezércikket. Néhány másodperc elbúcsúzik egy kis reklámszünetre a televízió, a rádióban maradunk, és aztán visszajön a tévé is. Palaver. A Hír FM és a Hír TV interaktív műsora. Palaver. Hangra fel. Palaver. A Hír FM és a Hír TV interaktív műsora. A szócsaták bajnokaival. Palaver. Hangra fel. Újra kellett ellenőrizzék, mert volt ilyen is. Uh-huh. Gábor, el kell búcsúzzunk. Köszönjük szépen, hogy itt volt és elmondta ezt. Gáborral beszélgettünk az elmúlt néhány percben. Katalinnak adom meg a szót, ön van vonalban. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, Krisztián! Hát az első téma, én is néztem a YouTube-on ezt a
vérlázítót, amit a Zegonnal művelt. Halló? Hallgatjuk. Tökéletes. És egyszerűen az internet előtt volt, viszont Blik feldobta azt a bizonyos pokorni esetet, amit már előttem valaki megemlített. Igen. És hát tettem egy nagyon kellemes közleményt a Bliknek, megértem, hogy a két esetet. Tehát nem kéne összemosni. De a Blik olyan céllal tette ki, hogy ezzel mentegeti magyart? Igen. Ha tudom, át is küldöm valamit. Na, majd ráírok a Szirmai Dávidra. Jó, de úgyis meg fogja találni, ha rákeres a Blik, kötőjel pokorni. Abba a pillanatban ki fogja ezt dobni a Kálván Olgásféle akármit. Aha. A másik pedig, hát nem tudom, most látom, mint a Szalasz címen feljelentették Magyar Péter, miután listázta az ATV munkatársait, nagyon helyes. Én is olvastam a feljelentés hírét. De az igazság, hogy ezt minél több embernek meg kéne tenni, akiknek nem tetszik. Mert szerintem ez a fazon most a mentességre utazik. Ugyanis tegnap valahol nyilatkozott, hogy hát ő igazából kimenne az EU-ba is, de itt lenne a közgyűlésbe is, mert hogy ez jogilag szerinte nem agályos, és szerintem a mentemi jogra appellál. Simán benne van. Úgyhogy én nem tudom, mikor teszik le, biztos, hogy van valami hivatali eszköz, amikor... Egyet ne felejtsünk el, azért lett most júniusban szavazás a helyhatóságin, mert ez ősszel lett volna, csak érthető módon anyagilag így jobban jár az állam, hogy egy füst alatt megcsinálja a kettőt, de attól még az életbelépés az önkormányzatoknál ősz. Tehát aki polgármester, az még most is polgármester. Persze. Aki meg most lett polgármester, az még nem polgármester, mert minden ősztől lesz. Tehát érdekes ez a mentesség, amit mond, mert nem mindegy, hogy melyikkel akar játszani. Igen, és én ettől tartok, hogy nehogy erre utazzon. Egyébként nagyon megégetné magát kint az EU-ban, mert ugye ott nem kis pályás emberek vannak. Pillanatokon belül behisztizne, hanem az van, amit ő akar, és képessé van, vagy jogilag eltávolítják, vagy pedig kap egy muszájcsekit. Tudja, mit gondolok, hogyha... Én azt gondolom, ravaszabb módon lesznek ezek hazaárulók, mint a Momentum, mert a Momentum kérkedett vele. Magyar felmérte azt, hogy itthon, ha valaki hazaáruló párt, akkor annak nem sok sóterem. Meg is látszik a szavazatok alapján, hogy kipenderítették Brüsszelből a magyarok a Momentumot. És 2026-ban ne legyen kétségünk, kipenderítik a magyar parlamentből is a Momentumot a magyarok. Tehát aki hazaáruló, aki hazaárulóskodik politikusként, az még a baloldalon sem jön be. Ezt tudom mondani. És mivel magyar ravasz, ezért nem fogunk látni olyan hazaárulóskodást, micsoda szót találtam ki. Tehát olyan spicliskedést nem fogunk látni Brüsszelben, mint a Momentumnál, de én nem vagyok abban biztos, hogy ez egy hazaszerető brigád lesz ott kint. És ahogy ő viselkedik, azt azért megnézném, amikor bemegy Manfred Weberékhez a néppártba, és majd ott fog akadékoskodni nálánál mondjuk nagyobb emberekkel. Mert egyszerűen erről benne beszéltem. Van a személyiségébe. Erről beszéltem, hogy ott fog majd pampogni. Igen. Aztán két esélye van, vagy kipaterolják, vagy pedig kap egy muszájcsekit, és elmehet egy kicsit pihenni. Igen. Hosszú-hosszú pihenésre. Mondom, valahogy tényleg én nagyon tartok ettől, hogy ő most erre utazik a mentelmi jogra. Mert annyi aljasságot csinál. Hát ugye itt néztem délelőtt, itthon vagyok most, az ATV-be ezt a túlvonat hívják. Ugyanaz, mint a Palárezt a pártot. Fórum. Lényeg az, hogy itt hát mentegetik a Magyar Pétert, hogy hát, hogy nem kellett volna esetleg műsor végezte, után kell. Tessék. És amikor ő éles egyedesben templomból kijövő embereket regzált, vagy amikor a boglárkát ottan körbevették a hívei. Egy kicsit hosszú már a bűnlajstroma a mi szemünkben, ahhoz képest, hogy három hónapja politikus. Igen, és azt nem értem, hogy itt mindenki hallgat. Tehát itt azért vannak jó. Mi nem? Hát itt ez a műsor is, hát mi folyamatosan itt kiventilláljuk a
panaszkodásainkat és a dühünket, úgyhogy mi biztos nem hallgatunk. Már jogi útra kéne valahogy terelni a dolgokat, mert nem tudom. Köszönjük szépen, kedves Katalin, elbúcsúzunk, egy SMS, és aztán mindjárt átkapcsolunk a Radar stúdiójába, de ezt muszáj beolvastom. Bayer szintű genyláda vagy, egy szinten vagy a betelefonáló barmaiddal. Hát egyrészt az első részét a mondatnak köszönöm szépen, megtisztelő, mindig is szerettem volna Bayerhez hasonlítani. A másik pedig, hogy milyen barmok, ilyen juhok meg birkák vagyunk, tulajdonképpen mi már ezt elfogadtuk. Az összes, bár valamelyik kettő azonos, az összes tök cuki állat. De tényleg, szavazni is együtt járunk, ugyanoda szavazunk mindig. Összetartó, kedves, gyapjas, kis, puha, aranyos állatok vagyunk. A plüss formátumainkban pedig kifejezetten aranyosak vagyunk, és a gyerekek is imádnak minket. Úgyhogy a barmokról csak jót tudok mondani, de köszönjük szépen a jó kívánságokat. Buda Ivett van a stúdióban, szia! Szervusz, köszöntöm a nézőket és a hallgatókat is. Sok témával készültünk a mai Radarban, úgyhogy már mondom is, hogy mivel várjuk a nézőket. A kameráink is ott voltak, amikor 5 tonna hamis mosószert semmisítettek meg egy hulladékégetőben. A Nemzeti Adó és Vámhivatal bűnjel raktáraiban több 100 000 liter pancsolt vegyjáru várja azt, hogy elégessék. Megmutatjuk a részleteket az adásunkban. És interjút készítettünk Tóth Nikoletta balerinával, akire 2 éve júliusban ráomlott egy ház homlokzata Budapesten a Jókai utcában. Niki kitartása példaértékű, az ő történetét is megismerhetik a mai adásunkban. És Vörös Szabolcs, az elszánt és kitartó magyar vitorlázó, 49 évesen döntött úgy, hogy Fanándor nyomdokaiba lépve egy világkörüli vitorlás versenyen indul. Néhány kulisszatitkot pedig elárult, és érdemes lesz majd velünk tartani, ugyanis ezt is láthatják a mai adásunkban. 17 óra 10 perckor kezdünk. Ivett, nagyon szépen köszönjük a beharangozott jó munkát, kívánunk nektek. És telefonáló van a telefonvonalban. István, halló, kedves István. Halló. Ha jók az információim, a kollégáim a vezérlőből azt mondták nekem, hogy Jándról jelentkezik, és fontos mondani valója van, de én visszahallom magamat az ön telefonjában a fülesemben. Lehet, hogy le kéne rádiót most vagy tévét halkítani. A tévé le van, minden le van halkítva, akkor kimegyek a lakásból is, hogy semmi zavaró körülmény ne legyen. Akkor ezek szerint ennyire el van már híreszülve a kedves községem, hogy már tudják, hogy Jándor az hol van a térképen? Hát én most nekem annyi a plusz információm, hogy fontos dolgot szeretne nekünk elmondani. Nem egy szimpla vélemény lesz most. Így van, így van. Két dolgot szeretnék elmondani, illetve két megérzést tenni. Az egyik, hogy ugye az egyesült no migration, no gender, no volt plakátunk után kellő média visszhangot sikerült elérnünk, és a 444-től kezdve az ATV-ig mindenki érdeklődött. Na most az érdeklődők közül egyetlen korrekt tájékoztatást kaptunk, és egyetlen korrekt elbírálásban volt részünk, az az ATV. Ez az egyik mondandó. A másik pedig az, hogy én úgy gondolom, Krisztián, hogy ezt a fókuszt, ami a tegnapi műsorra vonatkozott, az Egonféle műsorra vonatkozott, Rónai Egonféle műsorra vonatkozott, szerintem jobb lenne minden szempontból áttenni a múlt pénteki, még a választás előtti Szőlősi Györgyivel készített műsorra. Uh-huh. Ugyanis a Magyar Péternek a megnyilvánulása szerintem legalább annyira, talán még jobban Biska nyitogató volt, mint amit Egonnal művelt tegnap. Tehát nővel úgy beszélni, az félelmetes volt. Én nekem rögtön az jutott eszembe, hogy ugye Szőlősi Györgyivel nyugodtan elmondhatjuk, talán ez nem túlzás, hogy nem csak nagyon okos, de egy nagyon szép nő is. És neki volt egy felesége, akit úgy hívtak, hogy Varga Judit, aki szintén egy nagyon-nagyon okos és nagyon-nagyon szép nő volt. És most az, is amit az művelt, így van, bocsánat, igen, így van. Hát ugye az ő szempontjából már ez múlt idő. Neki múlt idő, igen. Igen, neki hál' Istennek múlt idő, mert nem érdemelte meg. Pontosan ugyanazt csinálta múlt pénteken Szőlősi Györgyivel, pontosan ugyanúgy beszélt vele, mint amiről mi értesültünk,
abból a bizonyos interjúból, hogy milyen autocitásokban volt része Varga Juditnak. Úgyhogy én minden hallgatót és nézőt arra biztatok, hogy nézze meg ezt a múlt pénteki Szőlősi Györgyével készített riportot, hogy lehet egy ilyen nővel így beszélni. Gyakorlatilag ennyi volt a mondandók lényege. Az arra is válaszolna nekem, amit itt bónusz kérdésként földobtam, hogy ön az ATV helyében újra hívná a műsorokba, vagy nem? Ezt most nem értem, hogy... Azt kérdezem, hogy ön újra hívná az ATV helyében műsorokba Magyar Pétert, vagy nem hívná többé? Ja, igen. Hát én szerintem eljátszotta ezt az esélyét. Nyilván az ATV ezzel próbálkozni fog, mert... Persze, egyből próbálkozott, percekkel utána is. A politikai palettának azon az oldalán áll, tehát nyilvánvalóan próbálkoznia kell, nem érdemli meg, de szerintem jó tenne a dolgnak, hogyha hívná, mert ő szerintem hiába augusztja ki magát, és itt most hivatkozik azzal, hogy fáradt volt, meg egyebek. Hát ugye mikor jön ki az embernek az igazi egyénisége? Amikor olyan szituációban van, amikor kevésbé tudja magát kontrollálni. Tehát az, hogy ő fáradt volt, kimerült volt, meg egyebek, ez semmiképpen nem lehet kifogás, hogy ez megerősítés. Az ember, amikor nem tudja magát kontrollálni, akkor hozza ki az igazi énjét. Ugye ezt valamennyien tudjuk, és ő kihozta az igazi énjét. Igen. Úgyhogy csak nyugodtan hívják meg a stúdióba, önök is próbálják meg. Ő 2026-ban le fogja írni magát, úgyhogy nem tudom, hogy ki volt az, aki azt mondta, hogy innentől kezdve nem a kétharmad, hanem a háromnegyed vagy a négyötöd a kérdés. Itt nagyon keményen menetelünk 26 felé, és a megjósolt eredmény felé. Köszönjük szépen, hogy mindezt elmondta István. Köszönöm szépen, hogy beszélhettünk. Viszont hallásra. Na, mit szólnak, ha néznénk SMS-eket? Régen olvastam. Nagy örömmel hallom, milyen sok betelefonáló nézi az ATV-t. Milyen sok paláver betelefonáló nézi az ATV-t. Nincs aláírás. Hát... Én ugye nem azt mondom, hogy nagy örömmel, hanem büszkeséggel mondom önöknek, ez az én személyes mérésem, hogy mi jobboldaliak megnézzük a baloldali liberális tartalmakat is. Azért, mert szeretünk tájékozódni a nagyvilágban, meg itthon is. És aztán ezekből összegyúrjuk a saját véleményünket. De tudom, azoknak, akik a túloldalon foglalnak helyet velünk szemben, az a kényelmesebb álláspont, hogy mi megyünk Orbán Viktor után, aztán visszabégetjük, amit ő mond. Nem. Jól írja a kedves betelefonáló SMS-ező. Mi bizony nézzük az ATV-t, oda nézünk néha a Telexre, Indexre, 444-re, 24.hu-ra. Megnézzük a Partizánt azért, mert vannak olyan tartalmak, amelyeket ott összetudunk gyúrni a saját magunk elképzeléseivel, értékrendjeivel, és néha egyébként van benne olyan is, amiben találunk hasznosat, informatívat. Alapvetően nem gondolom, hogy meg tudja változtatni a véleményünket, de szerintem a nyitottság, ha a két oldal közül kéne választani, a nyitottság az nálunk van. Ők viszont egyfajta sajtót néznek és fogyasztanak, ebben egészen biztos vagyok. Franci van a vonalban, itt most kicsit összekeveredtek a csatornák, kérek egy kis telefonos segítséget a kollégáimtól. Franci, melyik kettes vonalon van? Franci, ön van vonalban, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, Krisztián, üdvözlöm a hallgatókat is. Én legfőképpen az első témához szólnék csak igazából hozzá. Hát az a fő témánk tulajdonképpen. Igen, tulajdonképpen az nagyon jó volt az ATV részéről, hogy mutatott totál képet is erről az egész beszélgetésről. Haló? Hall engem? Azért, mert nem szólalok meg, figyelek attól. Igen, és azt, amíg ült az asztalnál a Magyar Péter, addig meg kellett nézni, megláttam a lábát. Tehát egy olyan remegő és egy olyan ugráló láb volt ott az asztal alatt,
hogy abból az idegesség abszolút... Ezt én nem figyeltem, de azt tudom, hogy amikor a Spinoza házban volt Rangos Katalinnál, ugyanígy rugózott a lába. Nekem ez tűnt fel. Uh-huh. Nekem ez tűnt fel, hogy asztal fölött mutatta azt a merev képét, ami ő rá jellemző, igen, az asztal alatt meg egy feszültség volt. Aha. Tehát én nekem az az érzésem, hogy igazából 2026-ban nem nagyon lesz igazából problémánk vele, mert ő, ha ilyen idegállapotban van most 3 hónap vagy 2 hónap strapa után, akkor 26-ig nem fogja bírni. Nekem az a véleményem, hogy ő el fog menekülni Brüsszelbe, mert ott azért kevésbé kapja azt a hideget-meleget, amit itt hozunk neki végig. Ez egy vélemény, én meg ebben nem vagyok biztos. Én azt látom, hogy meg van részegülve ettől a felhajtástól itthon. De onnan is fel kell egyszer ébredni. De azért, de ő mindig puhára esik, mert az ő rajongói köre megtartja. Tegnap voltam a Hitrádióban vitaműsorban, és ott egy nagyon, nagyon rossz hasonlatot mondtam, de az volt a direkt valami szürreálisat mondtam. Az volt a hasonlat lényege, hogyha egy élő csecsemőt fogyasztana el, azt is megbocsájtanák neki jelenleg. De segítsen nekem önnek, mi a mondása arra, hogy mitől van ez, hogy ekkora kreditje van az ő rajongói körében. Tehát, hogy én azt gondoltam, hogy már csinált bőven olyat, amire azt mondta volna egy tiszapárti szavazó, ilyen újdonsult tiszapárti szavazó, hogy na ez már nekem is sok. És nincs. Még mindig nem érte el azt a szintet. Nekem ezzel kapcsolatosan az a véleményem, hogy ugye az ellenzék az elmúlt 11 néhány év alatt próbálkozott sokféle variációval. És úgy mondom, hogy vakon bíztak benne minden nélkül az Orbán-fóbia miatt. Tehát, hogy mindegy, hogy mi, mert idáig aki volt, mindenki felsült, na hát, ha ő majd segít rajtuk. És egyszerűen én ezt gondolom ebből a dologból, hogy ezért tudta ezt elérni. Nem gondolkoztak az emberek. Tehát nem gondolkoztak az emberek a részleteken, meg ilyen apróságokon, meg odafigyelni. Tehát ilyen illetlenséget csinálni a Rónai Egonnal, meg egyáltalán tehát önmagával szemben sem tudta azt az egyenességet, vagy hogy mondjam, nem is jó szóra ez az egyenesség, tartást, hogy én tartom magamat annyira, hogy nem állok föl innen az asztaltól. És így mondanám el azt a véleményet, ami a kérdése volt önnek, én a magam helyében, vagy az ATV helyében azt tenném, nyitva hagynám a lehetőséget neki bármikor, és csak és kizárólag a Rónai Egon, mivel ő vele volt ez az affér, tehát ő kell, hogy ott üljön az asztal másik oldalán. Aha, tehát és hogy lenne, lenne egy ilyen feltételszabás. Ha, igen, és időkeret ugyanannyi, ami volt, és bármikor ezt az opciót Biancóba bármeddig, amíg az ATV úgy gondolja, hogy érdemes fenntartani, én mindenképpen fenntartanám ezt, mert itt ebből, ha valahogy ki tud mászni, akkor csak ott fog tudni kimászni, mert egyéb iránt nem fog tudni kimászni. Képzelje, Franci, olvastam olyan kommenteket még este, ahol az ő tábora olyanokat írt, hogy azon túl, hogy mindenki egyetértett, hogy jól tette. Ilyen vagányul, ilyen keményen, Péter, csak így tovább. Ez az általános. És volt, aki még olyat is írt többen, hogy lényegében ez a dolog, azt már ugye elmondtam a bevezetőben, hogy provokációnak észlelték a TV szerkesztősége és Rónai Egon részéről ezt az egészet, és azt mondják, hogy Rónai Egonnak, de várjon, olyan emberek mondják, akik nem szakmabeliek. Azt mondják, Rónai Egonnak úgy kellett volna kezdeni a műsort, hogy gratulál a választási eredményhez, és az eredményekről kellett volna kérdeznie, és hogy hogyan érzi magát, és ilyenek. Emberek, akik nem a médiában dolgoznak, meg akarják határozni az ATV-nek, hogy milyen kérdéseket tehetnek fel a hősnek. Hát hol élünk? Tudja, erre csak azt tudom mondani, hogy aki ilyen hozzászólással van, annak annyi a tudása a médiáról, meg a műsorvezetésről, mint valakinek a
kosza körül maga. De még ehhez a médiához se kell érteni. Valahogy az ember érzi, hogy hát bocsánat, azért ül ott egy műsorvezető. Ő nem csak műsorvezető, ő szerkeszti is és vezeti is ezt az adást. Az ő kezében van a kontroll. Ez igen, egy bizony igen. El kell fogadni, ez egy alá-fölé rendeltségi viszony, de ezt kulturáltan kezelte eddig mindenki, leszámítva Jakab Pétert, amikor ugye eldobta az akóját a Hír TV-ben, vagy az Echo TV volt, nem tudom, vagy már Hír TV. Tehát, hogy leszámítva Jakabot, nem láttunk még ilyet, hogy valaki ilyen szinten semmibe vegye azt, hogy ahova őt meghívták, ott annak az embernek, aki vele szembe ül, az a szerepe, hogy kézben tartja az adást. És ő kérdez. És azt kérdez, amit akar. Hát meg a másik dolog. Önmagával került ellentmondásba. Azt mondta, hogy nem nyitom ki a mappát. Igen. Egy perc nyitott bele, és kinyitotta a mappát. Tehát nem tudja a fejben, meg a kézben, ez... vagy igen. Kontroll alatt tartani a cselekedet. Igen. Tehát ennyi lett volna. Úgyhogy köszönöm szépen, ennyit szeretném volna mondani ezzel kapcsolatosan. További minden jót. Köszönjük szépen, hogy itt volt velünk, Franci. És másfél perc van hátra az adásból. Nézzük meg, hogyan zárult a szavazásunk a nap kérdésével kapcsolatban. Ugye a kérdés az volt, változik-e az európai háborús kommunikáció a francia elnök választási veresége után? 52% igen, 48% nem. Hát én, amióta szavazásos rovatunk van, a palaverben ilyen szoros eredményt még nem láttam. Zárult az olló, ahogy mondaná a Publikus intézet elemzője, Pulai András, hát szépen zárult, 52-48 lett, tehát az igenek a nemekkel szemben. Köszönöm szépen, hogy interaktívak voltak, ahogy mindig is megszoktuk önöktől. És eljött az idő, hogy itt kedden is búcsút vegyek a televízió nézőktől, a rádió hallgatóknak még egész óráig is van néhány percünk, és 5 és 6 között egy szűk óránk. A tévénézőktől, hát nem fogok tudni nagyon szép lezáró SMS-t, de mondjuk legyen itt egy Magyar Péter hívei pont olyan agresszívek, mint vezérük, csak a NER, a nerezés és a listázás megy, de sehol egy program. Hát igen. Bár ő szokta a Fideszt bírálni azzal, hogy nincsen program, csak az, hogy folytatjuk. Hát én azt gondolom, hogy ha csak annyit, egyébként ez is egy hazugság, de ha csak ennyit mondaná a Fidesz, hogy folytatjuk, azt gondolom, hogy 14 év eredmények vannak a portfólióban. Köszönöm szépen a tévénézők figyelmét, Lentulai Krisztiánt látták. Palaver. A Hír FM és a Hír TV interaktív műsora. Palaver. Hangra fel.